Válságstáb Franciaországban, kibertámadás a központi szerverek ellen, kibertámadás a kormányzati egységek ellen, és állítólag személyesen Macronnak válaszolattak a hackerek, mégpedig egy fegyverként használt kibertámadással. Itt van a vonalban Keleti Artúr kibertitok, jövőkutató, az Informatikai Biztonság Napjának alapítója. Szervusz, jó napot kívánok! Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! Hadüzenet, tekintsük úgy? Hát annak is tekinthetjük, de akkor azt a sok ezer hasonló támadást is ennek lehetne tekinteni, ami a kibertérben zajlik. Ez egyike a soknak. Az igaz, hogy az intenzitását tekintve ez valóban többé-kevésbé kiemelkedik, hiszen 17 ezer különböző IP címet és több száz domaint, több száz weboldal támadtak meg egyszerre, de azért ilyet is láttunk már. Tehát sajnos ez ennyiben nem kiemelkedő. Ugye itt két politikai esemény van, amivel összekötik azok, akik ezt a háború részének tekintik, miközben nem kapcsolják Oroszországhoz, ez fontos megjegyezni. Az egyik az az, hogy Macron arról beszélt, hogy Ukrajnába lehetne küldeni NATO egységeket, akár francia csapatokat, a másik pedig az, hogy Párizs tegnap megszavazta a katonai támogatást Ukrajna számára, egy rendkívüli összeget. Mint egy válaszként érkeznek ezek a kibertámadások, látszólag így tekinthetünk rájuk. Mi lehet mögötte, hogyha nem ez, hogyha nem a háborúval kapcsoljuk össze? Hát szerintem nyugodtan összekapcsolhatjuk a háborúval, tehát az, hogy ezt például az Anonymous Sudan nevű szervezet vállalta magára, aki tulajdonképpen úgy tűnik, mint hogyha egy ilyen hektivista társaság lenne, ugye mindenféle ügyekért síkra szállnak, hogy az Anonymous-tól már megszoktuk, viszont sajnos itt az Anonymous sem áll meg igazán, hiszen olyan rendszerek ellen intéznek támadásokat, mint a Microsoft rendszere, vagy például a mindenki által közkedve ChatGPT-t tavaly novemberben támadta meg, ugye ez a csoport. Másrésztről pedig nagy valószínűséggel nem Szudánból működnek, hanem valahonnan máshonnan, és hát a kezdetei még azért igen aktívan beszélgettek, kommunikáltak oroszul is, aztán később tértek át az arabra. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy itt legalábbis a szakértők eddigi megfigyelés alapján elmondható, hogy ez a csoport ez valószínűleg nem egy független, hektivista Szudánhoz köthető csoport, hanem valószínűleg inkább az oroszokhoz köthető, vagy mindenképpen pro-orosz csapat. Ráadásul az orosz-ukrán konfliktusban most már közel 130 csoport tevékenykedik, hacker csoport, és az egyik hacker csoport az pont az Anonymous Sudan, egy egyértelműen pro-Oroszország oldalon álló csoport, egyike annak a 83 csoportnak, aki Oroszország oldalán a kiberháborúban részt vesz, és hát nehéz azt gondolni, hogy ennek nincsen köze, ennek a tevékenységnek ahhoz, amit most csinálnak, vagy csináltak. Mekkora kárt okoztak a francia rendszereken, mennyire lehet ezt kívülről megállapítani? Ez egy leterheléses támadás volt alapvetően, vagy legalábbis elsőre úgy tűnik. Az ilyen támadások azért jellemzően arra szolgálnak, hogy demonstratív, kicsit tesztjelleggel, kicsit esetleg lehet, hogy másik támadás elfedésére, de ez nem biztos, hogy itt előfordult. Tehát ezek a funkciói. És én azt gondolom, hogy jelenleg ebben a támadásban olyan nagyon komolyan nem sérült ez a rendszer, leálltak szolgáltatások, és hát az látszik, hogy annak ellenére, hogy nyilván minden kormányzat, minden államigazgatás védi magát, a magyar is, főleg az ilyen leterheléses támadások ellen próbálkoznak, de mindig lehet olyan méretű támadást produkálni, ugye itt több száz gigabit per szekundumokról beszélünk, amelyeknél sajnos ezek a védekező rendszerek nem biztos, hogy jól működnek, és azért láttunk már ilyen méretű támadásokat az Anonymous Sudántól. Talán az egyik korábbi az 600 gigabit per szekundumos támadás volt, úgyhogy láttunk ilyet 2023 során, és azért azt is hozzá kell tenni, hogy ez a hacker csoport ez árulja is ezt a leterheléses szolgáltatást vagy támadást. Van több ilyen rendszerük, ugye itt azzal büszkélkedtek az alvilági fórumokon, hogy egy infra shutdown, infra lelövés nevezetű rendszert használnak, de korábban egy Skynet nevű, igen, valóban jól hallották a hallgatók. Vicces. Skynet nevű rendszert árultak, és ott például $100 volt egy nap a használata, hogyha valaki ilyen típusú leterheléses támadásokat akar indítani, de $1700-ért akár egy hónapig is lehetett ezt a támadást futtatni. Ugye a Microsoft ellen, izraeli rendszer irányító mechanizmusok ellen is folytattak már támadást, szóval az az igazság, hogy
Annak ellenére, hogy próbálják kisebbíteni sokan ennek a jelentőségét, például láttam egy olyan francia csatornát, ahol egy szakértő azt mondta, hogy hát itt gyerekek szórakoznak. Kicsit olyan volt a helyzet, mint amikor az amerikai filmekben felrobban egy épület, és akkor ott a rendőrség azt mondja az odaérkező bámuló embereknek, hogy nincs itt semmi látnivaló. Tehát körülbelül ez volt az érzésem ezzel a dologgal kapcsolatban. Itt nyilván nem gyerekek szórakoztak, ez egy valószínűleg komoly teszt volt, egy kipróbálása egy technológiának. Arthur, akkor viszont ezzel kapcsolatban hadd legyen egy utolsó kérdésem, pont azért, hogy teszt és próba. Párizs lesz az olimpia helyszíne ebben az esztendőben, ami ennek az évnek valószínűleg az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb biztonsági kihívása. Ezzel összefügghet? Előfordulhat. Sokan azt gondolják szakértői körökben, hogy volt egy ilyen célja is, hogy leteszteljék, hogy mondjuk egy ilyen méretű támadásra hogyan reagál a francia államigazgatási rendszer, úgyhogy előfordulhat, hogy ez egy ilyen előfutára ennek a dolognak. Az olimpiákat rendszeresen meg szokták támadni különböző csoportok, főleg azért, mert az ügyeiknek a kihangosítására kiváló az olimpia, a média fölkapja ezt az ügyet, és lám-lám, mi is beszélünk róla, szóba hozzuk a szervezetet, aki ezt elkövette, úgyhogy valószínűleg ez egy lehet változata annak, hogy miért történt. Itt meg nem tesznek egy kis extra figyelemért, de hát az ember ilyen, és hogyha ügyeket képvisel, legyen az számunkra elfogadhatatlan ügy is, ugyanúgy működik. Arthur, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. A Keleti Arthur kibertitok jövőkutató volt itt a vonalban. Szép napot kívánok neked. Köszönöm szépen, viszont kívánom. És a kedves hallgatóknak is viszont hallásra.